átigazolási szezont értékeljük, és megpróbáljuk azt megtudni, hogy vajon ezeket a mozgásokat mennyire racionalitás, vagy mennyire marketing szempontok vezetik. Perez bejelentette, hogy ki lett rúgva Ancelotti, még nem tudjuk, hogy ki lesz az Ancelottinak az utódja. Úgy tűnik, hogy Ancelottinak sem megy minden, mert hogy a spanyol bajnoki cím az nincs meg. Sose volt egy bajnokságot halmozó edző egyébként. Ettől függetlenül, ez pont tipikusan az a példa, és nem fölöslegesen akarom megkézni a rámonítat, de ez egy, meg sem magyarázták, szerintem sokat elmondták. Nem mondták egyébként azt, hogy azért, mert nem nyerte meg a bajnokságot, vagy azért, mert nem védte meg a BL címet, csak kirúgták, igazából magyarázat nélkül. És különösebb magyarázat nincs is. Főleg úgy, hogy valószínűleg ugye Rafa Benitez lesz az utódja, akiről azért nem lehet mondani, hogy ő bármilyen szinten is rockstar kategóriába esne az edzők között, vagy a játékosok majd özöllenének a Real Madridhoz azért, mert úristen, Benitez az edző. Tehát, hogy se az Ancelotti kirúgása nem indokolt igazából, se az utódja, bár azt még nem tudjuk persze, hogy, hát inkább, hogy Benitez lesz-e. Inkább pincér kategóriába esik Benitez, ahogy a gúny nevét is felemlékeztem. De szerintem azért az első felvetése azért kicsit, tehát klubfüggő az, hogy ki milyen átigazolási stratégiát követ, van, aki tényleg szakmailag csinálja, de van ez a nagy Monopoly Party orosz és arab mágnások, illetve Florentino Perez között, ahol már inkább marketing szempontok játszanak. Igen, meg ugye nagy különbség, hogy kis klubot nézünk, vagy nagy klubot. Ha mondjuk Németország, ez egy viszonylag racionális piac. Kik voltak idén bajban? A tradicionális nagy klubok. Stuttgart, Hamburg például, ugye mind a ketten épp hogy megkapaszkodtak valahogy a Bundesligába. Mert hogy ami nagyon sokáig az előnyük volt, az most a hátrányukká vált, és a Németországban most olyan klubmodell formálódik, hogy pici klubok kis vezetéssel nagyon gyors döntéseket tudnak hozni, általában hosszú időn keresztül bíznak egy edzőben, és aki jó edzőre tesz, az ugye tud osztályokat lépegetni felfelé, és most Németországban ez a fajta klubmodell működik, isten igazából most is egy olyan feljutó lesz az Ingolstadt, ami abszolút ezt testesíti meg. Ugye a nagy kluboknál már mindig volt, már az már sportpolitika, marketing, ott nem lehet ilyen fekete-fehér döntéseket hozni, az is tény. Nekem például az nagyon szimpatikus, hogyha valóban Benitez lesz az edző, hogy a Benitez az nem egy aktuálisan egy ilyen rock'n'roll sztár az edzők között. Nem ő az, aki aktuálisan bajnoki címet vagy BL-t nyert az utóbbi néhány évben, mert lehet, de tudjuk Benitezről, hogy egy kiváló edző. Láttuk, hogy a Liverpool-lal mit csinált mennyi pénzből, láttuk azt, hogy a Valenciával mit csinált mennyi pénzből, és végre egy racionális döntés. Tehát elmernek hozni egy éppen aktuálisan nem trófeát halmozó edzőt, pusztán az alapján, hogy tudják 15 éves viszonylatban, hogy mekkora edzőről van szó, és tudják, hogy mit tud, és miért ne teljesítene jól, és bíznak benne, és még identitásuk is van. Tehát szinte olyan, mintha spanyol klub lennének, spanyol edzőt hoznak. Ez nyilván ennek is kellett, hogy legyen szerepe a döntés során. De hogy nem olyan módon döntenek, tehát mintha egy pillanatig eloszlana az a sötét, ostoba, ilyen marketing vezérelt szempontrendszer a Real Madridnál, ami alapján mindig aktuálisan most éppen a Jürgen Kloppot kéne megvenniük, minden számítás szerint. Hát Jürgen Klopp valószínűleg nem is illene a Madridhoz. Nem. A Jürgen Kloppnak annak pont egy olyan nagyon erős klubidentitás kell, mint amilyen a Dortmundi, és mondjuk pont Angliában a Liverpoolnál tudnám jól elképzelni. Én hallottam, hogy a Fener esetleg azt szerintem... Jaj, ne! De ne, azért ne. Egyébként ott is... Miért tenné magával a Klopp ezt? De ott is egy erős klubidentitás van, azért egy török bajnokin, egy Fener Galatán, amilyen hangulat van, azért az nem egyszerű, tehát a River Bokához is lehetne hasonlítani. De azért itt szakmai szempontok is kell, hogy legyenek, azért nem. Nem minden a hangulat. Én nem gondolom, hogy elmenne Törökországba egyébként. Amellett, hogy ez igaz, hogy ott van klubidentitás, az tény, csak hogy az hány meccsre korlátozódik egy évben. Még Benitezhez, ha meg akarjuk védeni, akkor azt azért el lehet mondani, hogy Diego Simeone előtt ő volt az utolsó edző, aki ugye a Barca Real viszonylaton kívül tudott bajnokságot nyerni. Kettőt is egyébként. Kettőt, igen. Tehát ez egy elég erős érv a spanyol bajnokság mellett, hogyha bajnokságot akar nyerni a Real, ugye ez elmúlt 7 évben egy sikerült. Az viszont egy alapvető konfliktus forrás lehet, hogy
Ugye Benitez Liverpoolban is azt csinálta, mindenhol azt csinálja, hogy ő kiszámolja, őnek nekik nem kell nevek, hanem kell egy 185 centi magas, legalább 90 kilós középhátvéd, aki 77%-ban megnyeri a fejpárbajt. Hogy hívják, milyen, nem érdekel senki. Tehát, hogy ő tényleg így igazol, és ebből nagyon gyorsan lehet konfliktus közte meg az elnökség között. De akkor vajon ez Nápolyban miért nem működött, vagy miért nem működött eléggé? Hát szerintem, hogyha beleszólhatok, szerintem egy másik út. Tehát egy olyan kávéházba került, ami nem volt, nem ismerte, ugye kivágta a jól működő nápolyi védelmet, igaz, hogy nem három védővel akart játszani, de kivágta a Kiskánavárót, kivágta a Campañarót, hozta Raúl Albiolt, meg ezeket a spanyol liblingjeit, akik szerintem nem nagyon tudták, hogy milyen kávéházba érkeztek éppen. És ezért, hát most a Napoli úgy harcol a dobogóért, hogy benyelt 50 gólt. Nézzük már meg a bajnokságokat, hogy 50 kapott góllal lehet-e dobogóért menni akárhol is a top bajnokságokban. Igen. Ezek van még egy adottsága, szerint én nem tudok egyetlen edzőt sem mondani, hogy az elmúlt 10 évben akármi történt, egyetlen egyszer nem mondta azt, hogy hát igen, azt lehet, hogy azt én is elrontottam egy kicsit. Mert ez soha életében egy ilyet nem nyilatkozott. Mourinho mikor mondott ilyet? Mourinho szokott ilyet mondani. Mikor agyonverték az első elklasszikóján, azon nem sokat variált. Nem kezdte megmagyarázni, hogy az hogy volt, meg mint volt. Mourinho-ra se jelent. Tehát, hogy Mourinho is igazából elvállalja azt, amit el kell válni. Benitez soha. Tehát, hogy ha valaki félteni esetleg, hogy az ő egója nem biztos, hogy elég lesz a Real Madrid, de szerintem nagyon elég lesz, mert tényleg tőle most se lehet azt hallani, hogy kicsit alul teljesítettünk volna ezen a napon, de ahogy is. Zidane ott már ki van szemelve a legújabb, vagy a következő nagy edzőnek. De ezek sosem működtek. Tehát ezek sosem működtek, hogy ott kiszemelünk. Konténén működött. Kiszemelünk egy Zidánt, és most azt ő, mi arra neveljük, hogy ő belőle legyen a nagy edzőnk. Ez olyan nehezen elképzelhető az én számomra. Nem igaz, a Conte is elment egy kis csapathoz dolgozni, és ezeknél a kisebb csapatoknál megszerezte a saját nevét, megszerezte a saját rutinját, megszerezte a saját szakértelmét, a saját, ez nem a saját karakterét kialakította, és úgy ment a Juventushoz. Ez nem is a Conte modell, ez inkább a Guardiola modell, aki a Barca B-ből, ugye Zidane is Real B, és akkor onnan a nagy csapathoz. De igen. Hiszünk ebben? Lehet példát mondani a másik irányból is, Cruyff, Guardiola, Beckenbauer, voltak ilyen edzők, akik oda mentek és nyertek játékos múlta. Hogy Zidane ilyen-e, nem tudom, nekem elsősorban az lehet az ő, például ha Guardiolával összehasonlítjuk, Guardiola egy nagyon tanult poszton, egy nagyon tanult futballt játszott, ő minden értett, hogy hány méter a pályán, és azt hittett, hogy egy rendszer szerint csinálta. Amiben Zidane jó volt, azt ő nem fogja tudni átadni sem egyetlen egy játékosának, sem nem fogja tudni elmondani, hogy figyelj, válasz azt a megoldást, amire senki nem számít, és add meg a helyzetet. Tehát, hogy alapvetően ő egy egész más posztról, ettől függetlenül még ő értheti a futballt, de minden fiatal szakember, és így volt ez Kloppnál is, mondjuk, vagy Guardiolánál, ha maradunk nála, tehát ilyen szinten már voltak ennek jelei, hogy belőle nagy edző lehet, akár csak szakkommentátorként olyan dolgokat mondod. Beszéljünk a játékos piacról. A Juventus az most úgy néz ki, hogy megvásárolta a Dybalát 40 millióért, ami egy extrém összeg. Torinóban nem szoktak ennyi pénzt költeni. A legtöbb, amit a Marotta eddig költött, az ennek a fele volt, a 20 millió a Morátáért. Ennek a dupláját költi, ja, és emellett jön Kedira. Igazából a Juventusnak szerintem el kell hozni egy klubszintű döntést, hogy hova pozícionálja magát a Juventus. A Juventus az a csapat, aki meg tudja venni Kedirát azért, hogy legyen ne három, hanem 4-5 olyan középpályás játékos legyen a Juventusnak, hogy igazából mindegy ki játszik. Tudunk pihentetni, tudunk rotálni. Tehát, hogyha nagy klub akar lenni a Juventus, akkor ahhoz nem elég 11 jó játékos, mert most a Juventus 11 jó játékos, maximum 12, hogyha Pereirát is ide vesszük. A Juventusnak abszolút nincsen kispadja. Tehát a Juventus dönthet úgy, hogy kispadot épít, Kedirát erre is el lehet képzelni, azért nem egy fiatal játékos, nem egy sztártípusú. 28. Nem egy sztártípusú játékos, aki cirkuszolni fog, hogyha nem játszik, de szerintem ez egy ilyen stratégiai kérdés a klubnál, hogy igazából hogy igazolnak, keretet bővítenek, vagy posztra igazolnak, távozók helyére, ez, és ez a kettő ugye nagyon nem ugyanaz a dolog, szerintem itt ez a legfontosabb kérdés. Hiszen de mi a válasz? Nem tudom, hogy mi a válasz. Ugye az egy alapkérdés, hogy
Pogba, ez most a legfontosabb, vagy a legfelkapottabb kérdés, hogy a foci világban, hogy mi lesz Pogbával. És ennek van egy nagyon egyszerű válasza szerintem, Pogba ott fog játszani, hol akar. Tehát ő el fogja dönteni, nem az lesz, hogy mind eladják a feje fölött, és belekényszerítik a Citybe vagy a Realba, oda fog menni, ahova ő akar. Ezzel kapcsolatban két változat van, az egyik az az, hogy a Barcelonához akar menni, az a foci. A másik változat, hogy a Realhoz akar menni, mert ott vannak a franciák, és ott van Zidane és Varane, és hogy ő menne a Real Madridhoz, meg hát miért is ne menne valaki a Real Madridhoz, ezt azért tegyük hozzá. És ugye na, ez lesz egy nagyon fontos jelzés, hogy hogyan költi el ezt a pénzt a Juventus, illetve már most azt a pénzt költi-e Dybaláira a 40 millió euró. Ez már vajon az? Ez már vagy, a Pogba pénz? Igen. És vagy ez azon felül van? Mert ez szintén ugyanaz, ez nagyon nem mindegy ez a... Ez hát a most az van, hogy az Adidas-szal aláírtatok valami, vagy az Adidas-szal, vagy valamik másik sport, egy nagyon komoly szerződést, ami azt hiszem a legmagasabb összeg az egész világon, szerintem abból is lehet ez a 40 De millió. ára is lesz annak az ocsmánymezek képében, majd meglátod, amelyek majd az identitás nyomukban sem hordozzák. Hát én is nagyon utáltam, mikor a kapát leadta a Róma. A Unitednak van a legjobb messzponzori szerződése, de a Juventus is sem rossz egyébként, amiből valóban olyan pénzekhez jut a klub, ami eddig nem volt. Beszéljünk a Manchester Unitedról, ahol úgy tűnik, hogy a pénz mégsem a minden, és a szakértelem sem a minden, hiszen hiába a Van Gaal és a rengeteg elköltött pénz, meg a Di Maria, még mindig akadozik a gépezet, és még mindig nem tökéletes. És most az a kérdés, hogy ezt pusztán pénz bevitelével, tehát beruházással, pénzügyi injekcióval ezt meg lehet-e oldani? Hát egyébként Ferguson óriási űrt hagyott, és hogyha belőle indulunk ki, akkor lehet, hogy Van Gaalnak is, ha adnak 6 évet, akkor egy ugyanakkor a sikerszériát fog elkezdeni. Tehát én szerintem mi korai ítélkezni a projekt felett. Igaz, hogy most nagyon sok pénz, de szerintem a Manchester az türelmes lesz, és megvárja, amíg... Ez a normális, hagyni kell a Van Gaal dolgozni, tudjuk, hogy a Van Gaal egy nagyszerű edző, tudjuk, hogy mit tud, hagyni kell. Világos, hogy Manchesterben megvan ez a türelem. Én azt gondolom, hogy a Manchester Unitednak semmi más feladata nincsen, mint hagyni, hogy a Van Gaalból az új Ferguson legyen. Szóval és nem akadályozni ezt, és nem ellehetetleníteni. Ilyen ezt. Sikeres évtizedek után nem akkora tragédia, hogy most negyedikek, vagy harmadikak egy pár évig, hogyha megvan a koncepció, és vissza tudnak kerülni a csúcsra. A Ferguson akkora űrt hagyott maga után, hogy szinte nem csak a Manchester United, hanem az egész angol futball belerecsent. Hogyha megnézzük, idén a 8 között már nem volt angol csapat, és az Európa Ligában is csak egyetlen egy angol csapat, az Everton jutott be a 8 közé, aztán a 4 közé már azok se jutottak be. És ha belegondolunk ebbe, hogy a Ferguson távozása az önmagában megfosztotta Európát egyetlen stabil, állandó, biztos ponttól, ami a Manchester United volt, mert mindenki más hullámzó formát mutatott. És most gyakorlatilag azt látjuk, hogy nem maradt senki a Manchester United mellett, aki átvehette volna ezt a vezérszerepet. Hát ez egy nagyon bonyolult helyzet, amiben benne van a United, amiről beszéltünk, hogy kerülnek olyan helyzetbe klubok, amikor túlárazott játékosokat kell, hogy vegyenek. Ez történt a United-dal tavaly, ez ugye a folyamatnak az lett a vége, hogy megvették minden idők legdrágább, vagy ők hajtották végig minden idők legdrágább angol igazolását, akkor megvették Di Mariát. Nem sokat javult a helyzetük azóta, mert a piac ugyanúgy tudja, hogy ez kevés a United-nak, még játékosokra van szüksége. Ugyanakkor azért most már nincsenek kétségbejtő helyzetben, hogy mindenféleképpen, minden áron, még akár kerüljön Falka 22 millió euróba kölcsönbe, ami szerintem szintén egy ilyen önálló rekord, hogy ilyen döntéseket meghozzanak. De sérült játékos ráadásul. Igen. Hozzávéve, hogy amikor a Glazerek megvették a klubot, nagyon sokáig, hosszú éveken keresztül azért mindig konszolidáció irányába mutatott, és kb. 300 millió euróval csökkentették a United adósságát. Egészen tavalyig, ahol ez egy picit felborult ez a folyamat, most kéne még egy ilyen év, vagy úgy néz ki, hogy lesz még egy ilyen év, amit egyáltalán, tehát hogy a tulajdonosnak megint kell hozni egy döntést, hogy előre menekülnek-e, félredobjuk az elmúlt 5-6-8 év munkáját, és akkor belemegyünk megint egy ilyen pénzköltési versenybe, mert azzal megint megmutatjuk, hogy mi a legnagyobb klubok közé tartozunk, bárkit leigazoltunk, nem számít a pénz, nem tétel, kifizetjük, vagy azt mondják, hogy nem, és akkor ennek lesz még egy következménye, hogy a Van Gaal tavaly is nagyon elégedetlen volt azzal, hogy mennyi meccset kell játszani Amerikába,
meg kell menni a Távol-Keletre, ezek megint stratégiai döntések a klubnál. Feláldozzuk a felkészülést, nem áldozzuk fel. Ha feláldozzuk, akkor lesz plusz bevétel, nem biztos, hogy lesz eredmény a Barcelona, ugyanígy ráfaragott már ezzel, amerikai túrákkal. Vagy azt mondják, hogy kevesebb lesz a pénz, jobb lesz a szakmai eredmény, de kevesebb lesz a pénz, de költeni meg azért kéne, akkor megint az adósság fog nőni. Tehát United egy borzalmas bonyolult helyzetben van per pillanat, a legbonyolultabb helyzetben, ha még a Manchester City-t vezetjük, mert ott szintén edzőkérdés lesz a nyáron, és a City-nek a kerete a nagy csapatok közül a legidősebb egész Európában, 30 év fölött. Ott nem egy-két játékost kell majd venni, hanem a fél klubot le fogják cserélni. És mi hiányzik a Citynél? Mi hiányzik a Citynél, ami azért megvolt a Chelsea-nél, mert azért a Chelsea-nek volt két BL döntője, a City a négybe nem jutott be. Ott mi hiányzik? Ott mi a, mert ott a játékos keret, az edzők is, általában, jó, most a legutóbbi edzőjük, a Pellegrini, az már szerintem szakmailag is megütötte a nívót. A keretük brutálisan erős, minden posztra van két azonos képességű játékosuk. Akkor ott most mi hiányzik? Szerintem a klubnak a nemzetközi rutinja. Szerintem ez sokat számít. Mit még jelent akkor, ez a fogalom, hogy a klubnak a rutinja? Hát az, hogy a Manchester City kb. A 60-as évek óta nem ízlelte az európai porondot, általában egyébként azért is tudott szerintem bajnokságokat nyerni, mert nekik már viszonylag korai szakaszában kiestek a BL-nek, és szerintem lehet, hogy ez egy kicsit misztikusnak hat, de egy ilyen aurája is van a klubnak, most hiába veszel Yaya Touré-t meg a másik az, hogy a spanyol vonalat viszik Angliába, ami nem biztos, hogy szakmailag megfelelő. Szóval nézzük meg a Silvát, az milyen, mekkora focista volt a Valenciában, vagy mekkora focistának tűnt, és azért a Man City-be a töredékét. Másrészt meg szerintem az is van, hogy nem kapják meg, annyi játékos van, hogy egyik se kapja meg azt a bizalmat, amivel egyszer csak szárnyalni tudna a nemzetközi kupában. Hát, szerintem a City-nek elég kiszámított a kezdőcsapata nagyjából, nincsenek óriási változások benne. Hogyha a Chelsea-t mondod, a Chelsea mindenféle szempontból most egy jobb klub, mint a City. Hogyha összehasonlítjuk, a Chelsea-nek például borzasztóan racionális költései vannak az elmúlt átigazolási szezonokban. Nem, hogy nem költenek 100 milliókat, de tudnak hasznot produkálni. Nagyon jó húzásaik vannak. Ugye például ez a David Luiz ügylet ezt alátámasztja. Meg hát a City-nek soha nem volt olyan edzője, a Chelsea-nél ki volt? Mourinho volt, Ancelotti, hol volt ilyen edzője a City-nek? Soha. A City-nek igazából, és ez mondjuk értetetlen, és némileg a PSG-re is igaz, hogy nincsen top kategóriás edzője. A PSG-nél legalább volt Ancelotti, nem túl sokáig. Tehát, és ott egyrészt a top menedzser, mint edző, másrészt mint sportigazgató, bár ez ugye Angliában nem különül annyira ez a poszt, de akkor is én ezzel a spanyol vonallal inkább ilyen szinten nem értek egyet, hogy felesleges volt spanyol sportigazgatókat vinni oda, akiknek fogalmuk sincs Angliáról, egy angol játékos nem ismerne, honnan ismerné ezeket az angol játékosokat, ilyen szinten, hogy eldöntse, hogy adunk érte 40 millió eurót, vagy ne adjunk érte. Tehát nem az a kérdés, hogy szerintem ügyes-e, mert az egy másik, is vannak ára, az van egy nagyon másik durván típusú kérdés. A City-nél inkább ezt látom problémának, hogy azért kevés olyan angol klub van, mondjuk, hogy egy se, ami a csúcson van, de ott nem angol emberek ülnének, olyanok, akikről mondjuk nem beszélünk, de egy ügyvezető, egy sportigazgató, egy klubelnök, ők azért tudják, hogy mi újság Angliában, Citynél meg fogalmuk sincs, vagy spanyolok vannak, vagy arabok vannak, aztán tehát az nem válasz mindenre, hogy tessék, itt van még pénz. Szerintem ennek az átigazolási szezonnak a Pogba távozása és a Pogba 100 milliós átigazolása lesz a nagy rekordja. Most az a kérdés, hogy hova, de én azt gondolom, hogy a Barcelonába is az lesz mindenkinek a legjobb. A Pogba az Európa csúcsklubjához érkezik, a Juventus pedig még egy évig megtarthatja a legjobb játékosát, úgyhogy hogy a pénzt megkapja, és még egy teljes szezonon keresztül nálunk játszhat a Pogba, ami egy nagy lehetőség. Így a Juventusnak is, a Barcelonának is, hiszen ők most nem igazolhatnak, és a Pogbának is. Tehát ez szerintem mindenki szempontjából jó lesz. És így szépen lassan lehet átállni a Pogbáról, mondjuk egy Verrattira, mert nyilván kell egy kreatív középpályás majd oda, előbb vagy utóbb. Szerinted? Én Gareth Bale-t mondom, szerintem ő visszamegy Angliába, és elég komoly összegért. Most, hogy Chelsea, Manchester United.
Lehet a United. 80 millióért. Kb. 80-90 ér. Csak nem cserélik vissza majd Di Mariával, vagy... Mert ez nem biztos, hogy hülyeség lenne. Igen. Ha nem is egy az egybe, de majd ezt lejátszák. Valószínűleg nem a legfontosabb igazolás, nem is biztos, hogy így lesz. Szerintem a legérdekesebb igazolás a nyáron az lenne, hogyha Ibrahimovic elmenne a Chelsea-be. Két dolog miatt. Az egyik, hogy Drogba elmegy, tehát kell majd valaki, aki középcsatár, de nem is biztos, hogy középcsatár. Mert ha felrajzolnánk a Chelsea-nek a keretét, minden posztra jutna legalább két vagy három játékos, kivéve egyet. Egyedül Oscar az, hogy a center mögötti játékos, akinek nincs alternatívája. Ki az, aki egyébként mind a két kérdést meg tudja oldani, a középcsatárt is, meg amúgy lehet, hogy most már legalább annyira jó, vagy jobb egy középcsatár mögött játszva, Ibrahimovic, aki egyébként ugye rajong Mourinhoért, Mourinho rajong Ibrahimovicért, és ez szerintem sok szempontból egy nagyon izgalmas igazolás lenne, még megfejelve azzal, hogy szerintem ezzel azért egyértelműen BL-esélyes lenne a Chelsea, most is az, és akkor pontot tehetne Ibrahimovic ennek a vitának a végére, hogy akkor lehet vele nyerni, vagy nem, és ez egy nagyon szimbolikus dolog lenne ez az egész, na, nagyon izgalmas. Csak az a kérdés, hogy ezt Ibrahimovicsal meg lehet-e még tenni, hogy nem ő a közvetlen góllövő, hogy más ünnepel a nép a gólok után, és hogy ő előkészít, vagy hogy ő majd szolgál, vagy hogy ő majd zongorát cipel. Valaki hát azért tudja vele csinálni, hogyha Eto játszott balhátvédet Mourinhónak, akkor ha Ibra, ez egyszerű kérdés, akar nyerni, vagy nem akar nyerni, ha nem akar, akkor menjen Amerikába pénzt keresni, ha akar, akkor meg csinálja azt, amit mondok.